Sziasztok! A mai videóban Trabzonspor csapatával fogunk találkozni. Figyeljétek, nagyon jó lesz! Itt vagyok a szálloda előtt, Trabzonspornál. Most ott valakik gyülekeznek. Hát nagyon az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy hol vannak. Nem is tudom, a Facebookra vagy az Instára kitettek egy videót, amikor megérkeznek, és ott elcsíptem ezt a falat. Az volt a szerencsénk, hogy a németek is itt voltak, tehát így ismerős volt. És gyakorlatilag nem sokára majd mennek edzésre. Hát rajtam kívül senki nincs. Reméljük, ez szerencsét fog hozni. Majd mutatom, hogy kiket hoztam. Tehát itt vannak, ugye Hamsiktól tettem be egy párat. Hamsikkal már találkoztunk egy párszor, pontosabban kétszer, de hát ezek új kártyák. Akkor Trezegi, Yusuf, most jött ide, és hál' Isten el is jött. Akkor itt van Enis Bardi, hát sajnos a másik nem jött el, illetve még azért itt a másik oldalon van Maxi Gomez, és hát Bartraból betettem egy párat, ővel már találkoztunk pont itt egy kicsivel odébb. Hát cserének mindig jó egy kis kártya, hogyha van. Na reméljük, sikerül majd aláíratni ezeket. Na, itt vagyok. Hát az első kör az nem sikerült rosszul. Alá tudtam iratni. Azt mondja... Hát a... Na, tehát itt van, hogy kiket sikerült elkapni. Hát először is Marek Hamsik. Hát ez óriási gyerekek. Hát kijött, ugye mindenki vele szeretett volna fotózkodni, meg aláírni. Már eléggé úgy látszott a feje, hogy nem nagyon akarja, meg közre fogták úgy az emberek, aztán a biztonsággőr már ott elküldte őket. Én meg ott szépen megálltam, úgy a busz előtt, kitettem neki, gyerekek, és az összes kártyát aláírta. Nagyon szépen megállt, nem foglalkozott senkivel, csak ezeket szépen aláírta. Hát ennek főképp nagyon örülök, vagy örülünk, mert hát ugye ez a Nemzetek Ligája új kártya. Szép csillogós kis kártya. Tehát Hamsik aláírta ezt a szép kis sorozatát. Aztán Bardi aláírta, nagyon szépen, ő is úgy menekült, elkullogott mindenki mellett, aztán nekem megállt, és tök szépen aláírta. Aztán Maxi Gomez, vele nem találkoztunk, és hát akkor még nem volt meg ez a kártya, amikor itt volt Uruguay csapata, de most már szerencsére ez is megvan, tehát ő is aláírta. Viszont akikkel nem sikerült, ugye Yusuffal, és Trezegi, hát Trezegét később ismertem föl már, amikor felszállt sajnos. Yusuf meg Bartrával együtt sietett, tehát ők már tényleg az utolsók voltak, akik felszálltak, és a biztonsági kísérte őket. Na de hát ez a Hamsik sorozat, tehát ez nagyon szép. Na hát lehet, hogy itt maradok, lehet, hogy nem, majd meglátjuk, jelentkezem. Tehát Marek Hamsikkal már ugye többször is találkoztunk, mint ahogy az előbb láthattátok, vagyis elmondtuk. És megmutatom nektek a kis Hamsik gyűjteményünket, így néz ki. Na és akkor itt megmutattam, hogy hogyan is néz ki a kis Hamsik gyűjteményünk. Ugye itt van a limited kártyája. Aztán itt vannak szépen. Hát gyakorlatilag
tényleg mindenhol ugyanúgy írt alá, felismerhető, nem össze szöszmötöl valami vonalakat, hanem kiírja a nevét, amennyire lehet. Ó, ez a két kártya, ez nagyon jó itt együtt. Ó, ez egy jó kis kapitány kártya. Aztán itt van a szlovák válogatottban. És végül itt van egy jó kis dupla kártya. Mármint egy kártya, de dupla aláírása, Kucka és Hamsik. Tehát így néz ki. Hát valószínű többet nem fogunk vele aláíratni. Aztán van még egy ilyenünk is hozzá. Ez még Pozsonyban, amikor ott volt egy ilyen találkozó, akkor sikerült szereznünk egy ilyet. Illetve plusz itt van ez a kép, amikor találkoztunk velük, és ugye Hamsik is aláírta már itt Magyarországon, és Skriniár is aláírta, tehát ez egy óriási, hogy tényleg mind a kettővel sikerült aláíratnunk ezt a fotót. Hát néha ilyeneket is szoktunk aláíratni, tehát így néz ki a kis Hamsik gyűjteményünk. Tehát Maxi Gomez kijött sétálni, és akkor sikerült elkapni, főleg az egyik kollégának fotót is készítettünk, tehát nagyon jó volt. Hogy örültünk volna neki, hogyha akkor jött volna ki valaki, amikor ugye azt hiszem, vagy 4 napon keresztül ott álltunk a szálloda előtt, amikor itt volt Uruguay csapata, arról majd itt láthattok fönt egy kis videólinket, hogyha esetleg nem láttátok még. Tehát akkor nagyon örültünk volna neki, hogyha valaki kijött, de legalább most kijött és sikerült elkapnunk egy aláírás erejéig, meg természetesen egy fotót is sikerült készíteni. Tehát másnap reggel visszamentünk még, mert egy hiányzott, ugye egy aláírás Trezegétől, és kétszer elment mellettem, nem ismertem föl. Olyan bizonytalan voltam, mert volt egy másik játékos, aki szintén hasonlított rá. Na de aztán harmadjára szólt az egyik kollega, hogy hát ő az, és akkor már mondom, hát most már tudom, hogy ő az, már felismertem, és akkor sikerült elkapni, amikor kijött sétálni Maxi Gomez-zel. Reméljük tetszett ez a kis videó. Nézzétek, iratkozzatok fel, legyünk minél többen, lássátok, hogy milyen jó kis hobbi ez az aláíratás. Kicsit fárasztó, de nagyon jó kis hobbi, főleg utána nézegetni, amikor már megvannak ezek a kártyák, hogy milyen jó is, hogy sikerült találkoznunk ilyen híres, neves focistákkal. Tehát reméljük, hogy tetszett a videó, jó nyarat kívánok nektek, sziasztok!